Gratulált a magyar kormánynak az új alkotmányhoz az amerikai Helsinki Bizottság társelnöke. A republikánus politikus szerint kettős mércét alkalmaznak Magyarország bírálói. A demokrata támogatású Bajnai Gordon Egyesületének aláírás gyűjtése közben adatvédelmi aggályokat vetett fel. Néhány civil és szocialista EP képviselők igyekeztek lejáratni a magyar kormányt az Európai Parlament petíciós bizottsága előtt. Tabajdi Csaba és Göncz Kinga a tőlük megszokott elszántsággal állították, hogy a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése az állampolgári jogokat sérti, és követelték az Európai Unió közbelépését. A szocialista párt elnöke ugyanakkor azt mondta, Brüsszelben az uniós források védelme mellett kampányolt. A Magyar Szocialista Párt semmilyen szankciót nem támogat az Európai Unión belül az Európai Parlamentben, amely Magyarországtól bármilyen forrásokat vonna meg, bármilyen szavazati jogot vonna meg. Úgy fogalmaztam, hogy egyetlen eurocentet sem lehet Magyarországtól elvenni, azért, mert a kormány téves politikai döntéseket hoz. I appear here today, our museum appears here today. Ma itt nem csak a múzeumot, hanem azt a 600 ezer magyar zsidót, illetve több ezer magyar romát is képviselem, akik nem lehetnek itt, mert életüket vesztették a vezetőik, illetve a fasiszta írók és ideológusok döntései, előítéletei és hibái miatt. Egyre többen aggódnak a magyar demokrácia helyzetéért az Egyesült Államokban. A kormány és a kongresszus képviselőiből álló Helsinki Bizottság ezért hívta meg Szájer József LP képviselőt és Gulyás Gergelyt, a Fidesz szakpolitikusát Washingtonba. A testület elnöke összekeverte hazánkat Ausztriával. Most beszéljünk a negyedik alkotmánymódosításról, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggodalmainkról. Ön azt állítja, hogy ezt a módosítást a bíróság kérésére hajtották végre. De én úgy tudom, hogy az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, aki korábban köztársasági elnök is volt, arra sürgette Ausztria mostani államfőjét, hogy ne írja alá a javaslatot. A fideszes LP képviselő azt kifogásolta, hogy a bizottság korábban nem foglalkozott a magyar média helyzettel, ahogy a 2006-os őszi események után sem vizsgálódott a gyülekezési jog megsértése miatt. Welcome your criticism if based on facts and arguments. Foreign Minister Martonyi had requested the Venice Commission to give its opinion on the Fourth Amendment. We abide by the rules of the European institutions and expect the same from others. However, there should not be double standards. A testület republikánus alelnökét meggyőzték Szájerék. Christopher H. Smith a meghallgatáshoz fűzött állásfoglalásában pozitívan értékelte a magyar kormány teljesítményét. Az amerikai politikus azt mondta, kettős mércét alkalmaznak azok a bírálatok, amelyek az Orbán kormányt érik a demokrácia és az emberi jogok helyzetével kapcsolatban. Az Egyesült Államokban ma ez a nemzeti egyetértés a Magyarország politika vonatkozásában nem áll fenn. A republikánus vélemények élesen eltérnek attól, amelyet a demokrata adminisztráció, a demokrata párti adminisztráció kizárólagosként feltüntet. Ennek ellenére továbbra is azt szeretnénk, hogyha minden ilyen félreértést korrekt módon tárgyalással lehetne rendezni. Bajnai Gordon demokrata támogatású választási mozgalmának adatgyűjtését közben az adatvédelmi hatóság vizsgálja állampolgári bejelentésre. A beadvány szerint a Facebook közösségi oldalon indított kampány nem garantálja a biztonságot. A Haza és Haladás Egyesület a felhasználó gépére egyedi azonosító szoftver telepít. A politikai nézetre vonatkozó, különösen érzékeny személyes információk pedig külföldre is kerülhetnek. Épül a bajnai adatbázis, de olyannyira külföldi az orientáció, hogy még bajnai adatbázisát is, a különböző törvénytelen adatbázisait is külföldön építi. Bajnaiék Egyesülete válaszul a rezsicsökkentés megvédésére indott aláírásgyűjtést támadta.